Sziasztok! A mai óránk témája Magyarország fejlődése az 1840-es években. Az 1830-as években indult el az ipari forradalom, ami hazánkra is nagy hatást gyakorolt, hiszen megnőtt a kereslet a magyar mezőgazdasági termények iránt. Országszerte megkezdődött a megművelhető szántó területek növelése, ez például erdőirtással vagy a belvizek lecsapolásával lehetett elérni. A nagyrészt zsidó és német származású, gyorsan meggazdagodó befektetők a haszon nagy részét visszaforgatták a gazdaságba, tehát újból befektették, pénzelték például a híd és vasút építéseket, így megépülhetett Magyarország első vasútvonala, amely 1846-ban Pest és Vác között épült meg. A tőkével rendelkező hazai zsidóság bekapcsolódott az iparfejlesztésbe, gőzmalmok, cukor és papírgyárak, fűrésztelepek létrehozása kapcsolható elsősorban az ő nevükhöz, és Magyarországon is megjelentek a gőzzel hajtott gépek. Az ország központja pedig Pest lett, gazdaságilag ez a város tudott leginkább fejlődni, és itt nyílt meg 1842-ben a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Pest-Budán az irodalmi élet is megélénkült, itt élt és alkotott a szózat szerzője Vörös Marti Mihály, itt jelentek meg és váltak először népszerűvé a fiatal Petőfi Sándor, Arany János, illetve Jókai Mór művei is. A 19. század elején hazánkat is elérte a romantika stílus irányzata, amely nagyban hozzájárult a nemzeti érzés megerősödéséhez. A János Vitéz, illetve a Toldi országos sikert aratott és országos hírnevet hozott a szerzőknek is. 1837-ben felépült a Pesti Magyar Színház, aminek 1840-től Nemzeti Színháza neve. A zenében is divatossá vált a nemzeti stílus, a magyar verbunkos zene és a Rákóczi induló jól illett a reformkor politikai hangulatához, a romantikára jellemző és az operában is megfigyelhető a nemzeti történelmi alakok felmagasztalása, például Erkel Ferenc Hunyadi László című operájában. A kor világhírű zongoraművésze Liszt Ferenc, az építészetben a klasszicista stílus hódít, kiemelkedő építészek Pollák Mihály és Hildi József. A Nemzeti Múzeumot látod az első képen, az esztergomi bazilikát pedig a másodikon. A klasszicista építészetre jellemző a görög-római építészet elemeinek a használata, főként a Dór, a Jón és a korintoszi oszloprendet alkalmazták díszítő elemként. Az épületeket nyugalom, a mértani formák, szimmetrikusan kialakított homlokzatok, harmonikus egyensúly és az arányok jellemzik, illetve építés technológiai újítás a vas és a vasvázas szerkezetek bevezetése, illetve a klasszicizmus idején történtek először kísérletek épületgépészeti, tehát fűtési, szellőztetési, illetve világítási problémák megoldására is. 1846-ban a Béccsel együttműködő többségében arisztokrata politikusok megalapították a konzervatív pártot, fontolva haladóknak nevezték magukat, és csak mérsékelt reformokat tudtak elképzelni, ellenezték a közterviselést, illetve a jobbágy felszabadítást. 1847 tavaszán a reformpártiak létrehozták az ellenzéki pártot, vezetői Kossuth Lajos, Deák Ferenc, illetve Batthyány Lajos, őket látod így sorban a képeken is. Programjuk az ellenzéki nyilatkozat, amelyben olyan reformokat fogalmaztak meg, mint az ősiség eltörlése, a jobbágy felszabadítás, a közteherviselés, illetve a törvény előtti egyenlőség, és az 1847 őszén kezdődő rendi országgyűlésen mindkét politikai irányzat részt vett már. A fiatal értelmiségiek és egyetemisták Széchenyinél, illetve Kossuthnál is erőteljesebb változásokat akartak. A francia forradalmárokat tekintették példaképnek, és úgy gondolták, hogy valódi átalakulást nem lehet reformokkal elérni, hanem csak forradalmi megmozdulásokkal. A fiatal Magyarország
elnevezést választották, és olyan neves tagjai voltak, mint például Petőfi Sándor, Vasvári Pál, illetve Táncsics Mihály, szintén őket látod itt sorban a képeken. A tartózkodási helyük a Pilvax kávéház volt, és Táncsics Mihályról azt kell tudni, hogy ő jobbágyi sorból emelkedett ki, és a jobbágyság szószólója lett, de radikális, illetve szélsőséges nézetei miatt 1847-ben börtönbe került, és ikonikus kiszabadulását, amire ugye 1848. március 15-én került sor, a mai napig emlegetjük. Tehát nagyon röviden összefoglalva a mai tananyagot. Az első pontunk az ipari forradalom kedvező hatásai voltak hazánkra. Itt beszéltünk a gőzgépek terjedéséről, a közlekedés, illetve a vasút fejlődéséről, a Pest és Vác között megalakuló 1846-ban átadott első vasútvonalról, gyáralapításokról, illetve a bankok létrejöttéről. Aztán a második pontunkban a nemzeti kultúra fellendüléséről beszéltünk, ugye itt az irodalmat, a zenét, illetve az építészetet említettük meg, és a harmadik pontunk pedig a politikai pártok létrejötte volt, itt a konzervatív pártot, az ellenzéki pártot, illetve a Fiatal Magyarország elnevezésű párt tömörülést kell megemlítenünk.